És az érzelmi állapotunk az három összetevőből áll. Az első, fiziológiánk. Ezért ugrálunk, ezért bohóckodunk itt ennyit, mert a tested, a lélegzésed, a vízháztartásod, a benned lévő ásványi anyagok, ugye? A mozgásod. Gondoljátok el, hogy a nyirokrendszerünknek nincs a motorja, illetve van a tüdő. Tele van nyirokcsomóval az a rész. Ezért egészséges az, aki sokat végez aerob mozgásnak, kipucolódik a testéből. És innentől kezdődik el az, hogy oké, lehet, hogy tökéletes az életem, de hogyha más sem csinálok, csak ülök egy helyben, akkor ez a tökéletes élet, ez elkezd egy picit elmenni. Nem lesz annyira tökéletes. Mit tudunk kezdeni a fiziológiánkkal? Még eljövünk ide, és ugrálunk, amikor, ahol néha ugrálunk. Hatással kell lennünk a saját testünkre. Ez az egyik legfontosabb része. Ez az, amivel akkor is tudunk mit kezdeni az érzéseinkkel, hogyha éppen rossz kedvűek vagyunk. Tudatosan. Az első és legfontosabb dolog abban, hogy a lelki állapotodat megváltoztasd, az az, hogyha hozzányúlsz a fiziológiádhoz. Megrázom magam. Nagyapám mindig azt mondta, hogy fel a fejjel, fapofa, és neki a sűrűjének. És ezt én már édesanyámtól tanultam. És tökre igaz.